Ma készülök bemutatni, hogy hogyan lehet egy M-Audio Mobile Pre interfészt az iPad-del együtt használni. Elsőként kell hozzá az iPad, kell hozzá egy kamerakonnektor kit az USB csatlakozós verziójával, kell hozzá majd egy mikrofon, amivel bele fogunk beszélni, és maga a Mobile Pre készülék. Őket USB-n fogom összekötni, viszont mivel az Aries mikrofon, amit használni fogok, az igényel fantomtápot, ezért szükségem van használni egy ilyen kis Trust USB elosztót, ami elosztót képes táppal ellátni egy külön tápegységről a Mobile Pre interfész, mert az USB keresztül kap tápot. Elsőként fogom és bedugom a Mobile Pre készüléket ide. Ennek hatására ez be is kapcsolt, bekapcsolva a fantomtápot a hátán. És ha most beszélek bele, már látszik is, hogy ott a egyes csatornánál a kis LED jelzi, hogy hallja, amit mondok. Na, lássuk. Ilyenkor a teendőm az, hogy az iPad-be fogom, és bedugom a kamerakonnektor kitet így. Elindítom a zeneprogramomat. Itt már van több audio csatorna rajta. Létrehozok egy újat mondjuk, és az új audio csatornába bedugom a USB-s interfésznek, tehát ő neki, a csatlakozóját. Ide. Pötty, bedugtam. Ennek hatására észre is vette az iPad, hogy bedugtam. És ha most azt mondom, hogy szeretnék erre a csatornára rávenni, és azt mondom, hogy felvétel, akkor már amikor elindítom a felvételt, már látszik is a hangom ott a baloldali csatornán, hogy ahogy beszélek, szépen jelzi a hangfelvételen azt, amit mondok. Tehát látja a jelszintet. Látjuk itt is ugye az innen, hogy amit mondok, az hallatszik. Ugye most csak a bal csatornán keresztül veszünk föl, ezáltal csak a baloldali mozog, de lehetőség lenne a Mobile Pre interfésznek mind a kettő bemenetét kihasználni, ezáltal a sztereóban is tudnánk egyből felvételt készíteni. Természetesen, amit fölvettünk, azt vissza is lehet hallgatni, most ugye nem fog hallatszani, mert a Mobile Pre interfész használja most audio kimenetnek is, tehát ha most én ezt lejátszom, akkor csak látszik a kimenet, a mozgás, az összes csatorna kevert hangjával, de a Mobile Pre interfészre most nem tudtam rá semmi hangszorot, hogy ezt meg tudjuk hallgatni, külön ezt a hangfelvételt meg fogom majd mutatni.